Eszterházi Podcast. Köszöntök mindenkit a 2024-es év első könyvtári podcastjében. Nagy öröm számunkra, hogy én már a negyedik naptári évet kezdjük el úgy, hogy hónapról hónapra izgalmas szakmai témával jelentkezünk a Tittelpál Könyvtár saját szerkesztésű podcastjében. Az elmúlt 31 alkalommal sem kellett keresni a témát, hiszen annyi együttműködésünk, kezdeményezésünk, rendezvényünk van, hogy mindig könnyedén kialakul, hogy miről és kivel beszéljünk itt a Tittel Podcastben. Most az új év alkalmából ülünk le beszélgetni egy időről időre visszatérő megszólalunkkal, könyvtárunk főigazgatójával, Oszlánci Kristinával, Hiszen ő az, aki az egyetem könyvtárának szolgálatát igazán sok sokszínűvé teszi. Kezdjük is ezzel, ha már évindító beszélgetést említettem, hogy milyen évet zártunk, és milyen érzésekkel kezdjük el az új esztendőt felsőoktatási könyvtárként. Azért is hangsúlyozom ezt, mert azért ott inkább tanévekben gondolkodunk, de hát azért ránk is hat az, hogy át kellett a naptárt hajtani, és egy újabb év kezdődik. Nagyon szépen köszönöm az újabb lehetőséget, és hogy beszélhetünk egy picit az elmúlt évről, illetve az idei év első hónapjában a terveinkről. Összefoglalva azt tudnám mondani 2023-ról, hogy az öröm és a megtiszteltetés éve volt, ugyanis minden szakmai és egyéb eredményeink mellett két olyan kiváló kollégát köszönthettünk, és szerencsére nem csak mi, hanem az egyetem, illetve a szakmai közösség, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A lehetőleg inkább megérdemlik ők ezt a fajta elismerést, amely már nagyon régen megérett mindkettőjük számára. Az egyik ők Gáltibor helyettes úr, aki a szakma legmagasabb kitüntetését, a színjei díjat kapta tavaly augusztusban, illetve Magi Magdolna kolléganőnk, aki a könyvtár koordinátoraként a motorja és a lelke a Tittelpár könyvtárnak, ő pedig az Eszterházi Károly emlékérmet kapta meg. Az egyetemi közösségtől, az egyetemen végzett munkája elismeréseképpen. Szívemnek ez a két kitüntetés, ami végtelenül kedves és jellemzi az elmúlt évünket, illetve természetesen visszamenőleg a sok-sok éves évtizedes munkánkat, hiszen ezek az elismerések méltóképpen tükrözik azt, hogy milyen színvonalas és milyen megfeszített munka zajlik a könyvtárban. Nagyon örülök neki, hogy két számomra is nagyon kedves kollégát említettél, de ugye itt nem a szubjektum a lényeg, és nem az a szakmailag és emberileg is kiváló kapcsolat, amiben vagyunk, hanem az, hogy Gál Tibor és Magi Magdolna is jócskán túl teljesít, akár ugye Magdi azt lehet mondani, hogy minden ponton a könyvtárban támogatja a munkát, és minden módon legyen az az, amikor köteteket cipelünk fizikailag, hiszen ezt gyakran emlegetjük, és valóban a mindennapi munkánknak a része, és azt is, amikor mondjuk a kiváló, felsőfokú angol nyelvtudását kell használnia, vagy éppen az egyetem online felületeit kell megtámogatni azzal a tudással, ami neki van és mindehhez társul az a fajta emberi hozzáállás, az a fajta kivételes alázat és segítőkészség, ami miatt én is olyan nagy-nagy boldogsággal nyugtáztam azt, hogy megkaphatja az emlékérmet. És ugyanígy Tibor, akiről szintén azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem az elismerések motiválják, és nem a megbecsülésért dolgozik. Valami olyan komoly példát ad, én már majdhogy nem négy évtizeden itt a könyvtárban, és ő ugye közvetlen munkatársam, hogy tényleg megmenengeti a szívünket, és, és bármikor szóba került, akkor visszautalunk erre az augusztusi nagy-nagy ünnepre és nagy-nagy örömre. Mindemellett természetesen nagyon sok olyan eredményünk van, amely akár az előző évekhez hasonlítva, és előrelépés, vagy azok az ismétlődő évről évre megjelenő programok és szolgáltatások, amelyeket már megszokhattak tőlünk, megújultak. Az állományunkat tudnám például említeni, amely jelentősen gyarapodott, közel 5000 kötettel gyarapodtunk a tavalyi évben, ami az előző évekhez képest kiemelkedő. Ezek mind olyan friss szakirodalmak, amelyre az egyetem és az olvasói közösség igényt tartott, tehát mindenféleképpen ezt tartjuk szem előtt beszerzéseink során. Kiemelendőnek tartott az országosan is élen járó és elismert adatbázis kínálatunkat, de említhetném az új adatbázisokat, ami még tovább bővíti azt a palettát, ami már eddig is igazán dicséretes volt. Négy olyan kiadóval kötöttünk szerződést, amely Open Access publikálásra ad lehetőséget. Ez szintén egy nagyon jó platform az oktatók, kutatók számára, hiszen ezzel segítjük az ő tudományos tevékenységüknek a diszeminációját, és minden olyan kínálatunk, amelyet az oktatás és kutatás szolgálatába állítunk, az népszerű, és igencsak hasznos minden használunk számára. Nagyon örülök, hogy az állománygyarapítást kiemeltet, hiszen Eszterházi is tudta azt, hogy nem elég könyvtárat alapítani, hanem a folyamatos gyarapításra és az állomány gazdagítására is érdemes figyelni, és ugye ezért is tett egy összeget, és egyfajta ilyen alapítványt hozott létre, egy alapot annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Azért hozom ezt ide, mert tényleg nagyon fontos a könyvtárak szempontjából, és nekünk is nagyon nagy öröm, amikor az oktatóknak azt mondhatjuk, hogy igen, tudjuk, Segíteni a munkájukat, akár egy-egy tantárgy épülését és meghonosodását itt az egyetemünkön, azzal, hogy a szakirodalmat megrendeljük a számukra. És nekem is vannak ilyen élményeim, amikor boldogan mondom egy-egy folyosói találkozásnál, vagy amikor a könyvtárba egyébként betérnek hozzánk, hogy igen, megérkezett. És a tavalyi évben nagyon sokszor mondhattuk ezt, hogy igen, megérkeztek ezek a kötetek. De egyébként, hogyha már így a tavalyi év kapcsán ilyen eredményekről beszélhettünk, akkor érdemes áttérnünk arra is, hogy 2024 hogyan indul, hogyan kezdjük, milyen gondolatok vannak. Itt is azt gondolom, hogy egyik oldalról egyszerű a helyzetünk, hiszen vannak ismétlődő feladataink, de azért mindig igyekszünk megújulni, és akár a megkeresésekre reagálva is új dolgokat is behozni, mind abba, amit a Titápák könyvtár jelenthet a felhasználóknak. Sok feladat áll előttünk 2024-ben is. Nagyrészt a 23-as év folytatása. Azok a dolgok, amit akár akkor vagy még korábban elkezdtünk, tehát állandó szolgáltatásaink, állandó kínálatunk, állandó programjaink, amelyek folytatódnak. Az előbben mitett állománygyarapításhoz közvetlenül kapcsolódva folytatjuk a kutatásmódszertan képzésünket, ami a támogatás feladatkörünkhöz szorosan kapcsolódik, és elengedhetetlennek tartjuk, különösen az újonnan bejövő hallgatók szempontjából ennek a témának a folyamatos életben tartását. Módszertanilag ezt is megújítottuk, hiszen nem csak a frontális, úgymond tudományos jellegű kutatásmódszertan foglalkozást tartjuk, hanem a játékos módon történő megismertetést is, amelyet azt kell, hogy mondjam, nagyon élveznek a hallgatók és a velük érkező oktatók is, tehát nem kizárt, hogy az idejében több alkalommal is lesz ebben a formában kutatásmódszertan foglalkozásunk. De természetesen azok a programok, amelyek tavaly elindultak, azok is folytatódnak, tehát az országos rendezvényekhez ugyanúgy fogunk csatlakozni. Kiemelném itt a múzeumok éjszakáját, amely tavaly 2200 főt vonzott, ami szintén egy kiemelkedő számnak számít. Bízunk benne, hogy az idei programkínálatunk is ilyen sok látogatót fog majd érdekelni. Beszéltünk az állománygyarapításról, mi magunk is hozzáteszünk a megjelent köteteknek a gyarapításához saját kiadványokkal. Említeném itt a tavalyi és az azt megelőző évek kiállításainak katalógusait, egy kiállítás vezetőt, amely most már két kötetben is megjelent. Ez is azt gondolom, hogy igazán kiemelkedő szakmai teljesítmény, hogy egy könyvtár nem csak önállóan egy kiállítást állít össze partner egységekkel, intézményekkel, hanem mindenről egy kiadványt is készít. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk az idei évben is. De ha már köteteknél tartunk, akkor tavalyi évben Érsekatya születésnapját ünnepeltük, és az ő tiszteletére megjelent, köszöntő kötetben is megjelent a Tittel Pál könyvtárról tollából egy tanulmány amely végtelenül megtiszteltető, hiszen Nagy Elődök nyomában címmel készült ez a kötet, és hogy ebben szerepelhetünk, és a Titelpák könyvtár része a Főegyházmegye által fenntartott intézményeknek, ez egy nagyon-nagyon felemelő dolog. Az együttműködéseket tudnám még említeni, amelyek tavaly is nagyon sokrétűek voltak, az idén szintén szeretnénk folytatni legkiemelkedőbb partnerünk a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Ott egy nyelvészeti kutatásban működünk együtt, egy repozitórium adatbányászat, amelyben közös munkánk van az MTA-val. Számos hagyaték közös feldolgozását, átvételét intézzük az akadémiai könyvtárral, de tudnám említeni a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves-megyei szekcióját, ahol már három kollégánk is vezető szerepet tölt be, ami megint csak azt gondolom, hogy a szakmai teljesítményünknek a megerősítése, és arra mutathat rá, hogy a szakmai kapcsolatunkat ilyen módon is erősítve igenis helyünk van ebben a csodálatos szakmában. Örülök, hogy említetted az Egri Főegyházmegyét, fenntartónkat. Érdekes, mert ugye az évzáró podcastünk az éppen Balogh Ferenccel, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatójával történt, és éppen nekik is egy jeles alkalmukat, évfordulójukat igyekeztünk megragadni, és ennek kapcsán beszélgetni a könyvtárukról. Viszont a mi könyvtárunk az Esterházy Károly Katolikus Egyetem könyvtáraként szintén egy nagyon jeles és különleges évfordulóra készülhet ebben az évben. Mit jelent számunkra az, hogy az egyetem alapításának 250. évfordulóját ünnepeljük ez évben? Az előbb említett és már többször témaként felvetődött éves kiállításaink sorát értelemszerűen ezzel a nagyszerű évfordulóval fogjuk folytatni. Nagy örömünkre felkérést kaptunk, hogy közreműködjünk az egyetem ezen évfordulóra készülő programjai előkészítésében, megvalósításában, és így a szokásos éves kiállításunk is a történtudományi Intézet munkatársaival, az Eszterházi kutató kutatócsoporttal, Főegyház megyei könyvtárral és még számos partnerrel igyekszik méltó módon emléket állítani ennek a bizonyos 250 éves évfordulónak. Sőt, elképzelhető, hogyha a jövő év májusában Eszterházi 300 éves évfordulóját is belevesszük ebbe az előkészületbe, akkor még grandiózusabb programkínálat és olyan tárlat fog készülni, amely minden bizonyal érdemes lesz arra, hogy nagyon sokan meglátogassák az év folyamán. A szavaidból kitűnik az is, hogy egy könyvtárnak mennyire sokféle feladata van, hiszen információs központként is, és akár az elérhető dokumentumok táraként is rendelkezésre állunk, de nem véletlenül szoktuk a kutatás és oktatás támogatást a legfőbb feladatunknak tartani, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy akár az intézmény története, akár ugye a régi könyves állomány nálunk található meg, és az egyetem oktatói a kutatásaikhoz a legmodernebb adatbázisokat is Rajtunk keresztül tudják elérni. Kíváncsian állunk elé ennek a munkának, hiszen nagyon sokakat érint a téma, nagyon sok szakember tudja hozzátenni az ő tudását, kutatási eredményeit. Tárgyi dolgokban is visszatérünk, például a régi partnerünkhöz, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal tervezzük fölvenni a kapcsolatot, szintén ennek a kiáltásnak a kapcsán. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, aktív évnek nézünk elébe, nyilván ez fogja fémjelezni akár még a következő évet is bízunk benne, hogy méltóképpen sikerül majd megünnepelni ezt az évfordulót. Valóban ez, hogy Eszterházi Károlyhoz kapcsolódóan az egyetem alapítást, illetve magát, az alapító püspök személyét is ünnepelhetjük, már akár így éveken átívelő feladatot is jelent számunkra, de van-e még esetleg olyan újdonság, amiről már most, az év kezdetén, januárban tudhatunk, beszélhetünk, és tudjuk azt, hogy az év folyamán kerül megvalósulásra? Vannak egészen új dolgok, és, és olyanok is, amelyek elmúlt évben elindultak, de még nagyobb számban és még nagyobb formában szeretnénk megvalósítani, megmutatni az érdeklődők számára. Említhetném itt a képzéseinket, ugye volt már szó a kutatástámogatásról, amely elsősorban a hallgatói közösség számára tartott foglalkozás, de... Meg kell, hogy említsem a nyugdíjas képzésünket, ami nagyon-nagyon népszerű. Ezt az informatikai képzést általában a prepa közösség veszi igénybe, ám most az egyetem meg fog hirdetni szintén a fenntartó kérésére egy úgynevezett szenior akadémiát, amelyben szintén részt veszünk, úgyhogy ezt az informatikai képzést ki fogjuk terjeszteni. Bízunk benne, hogy még több érdeklődő fog hozzánk emiatt is érkezni. Fontosnak tartom a bibliodráma foglalkozásunkat, ami megint csak egy kuriózum egy könyvtáron belül. Nyilván könnyű nekem erről beszélni, hiszen olyan profi szakemberek készítik ezeket a programterveket a foglalkozásokra, amely már eleve garancia arra, hogy ezek jól sikerüljenek. Amit szintén örömmel látok, hogy erre van igény, és erre vannak rendszeresen visszatérő kollégák. Úgyhogy nagy reményeket fűzök 2024-ben is ehhez a foglalkozássorozathoz, amennyiben időm engedi, én is szívesen részt veszek majd ezen. Biztos vagyok benne, hogy olyan témákat fognak a kollégák érinteni, amely mindenképpen segít a mindennapi életünket egy kicsikét magasabb szintre emelni. Ehhez kapcsolódóan, hiszen érintett vagyok én magam is, már is megragadom az alkalmat, és mondom nagy-nagy örömmel, hogy 2024. március 7-én délután már biztosan tudjuk azt, hogy tartunk egy ilyen foglalkozást és valóban nagy öröm az is, hogy más egységhez tartozó kolléganővel együtt dolgozva, az ő ismereteit, tapasztalatait beépítve, és mégiscsak a Tittelpál könyvtárhoz kötődően, és a Tittelpál könyvtárban valósíthatjuk meg ezt, és a bibliodráma foglalkozásnál nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy az egyetem minden polgára számára hirdetjük meg, és nagy öröm látni azt, hogy van dolgozó, van oktató, és van hallgató is, aki szívesen jön, és foglalkozik Bibliai történeteken keresztül saját magával, és saját magán, a saját életén keresztül a Bibliával. Úgyhogy ez valóban szívügyem nekem is, és nagyon köszönöm, hogy említetted. A másik lélekmelengető dolog, az Ez is én vagyok sorozatunk keretein belül megismerhették a hozzánk látogatók Verejbély Balázs csodálatos munkáit. És Balázs egy régi tervét valósította meg az idei évben, ugyanis hímzőszakört indított a könyvtárban. Csodálatos terveik vannak azzal kapcsolatosan, hogy miket fognak megvalósítani, miket fognak megtanulni. Ez szintén egy olyan üdítő színfoltja egyrészt a könyvtár kínálatának, másrészt pedig a munkánknak amely segíthet a mindennapjainkat valóban úgy megélni, hogy nem csak egy kényszerpályán mozog az ember, hanem mindenféle olyan dologgal foglalkozhat, ami a lelkét is megsimogatja egy kicsit, és valóban olyan színvonalas kikapcsolódási programokat nyújtunk ezáltal, ami megtalálja majd a befogadó közönségét. Újdonságként tudnám még esetleg elmondani az eddig is folyamatosan zajlott közösségi szolgálat, amely szintén egyre népszerűbb a középiskolások körében, nagyon szeretnek hozzánk jönni dolgozni. Ugyanakkor az egyetem felvételi pontszámainak rendszere megváltozott egy picit az idei évtől, így nem csak középiskolások, hanem bárki, aki felvételizni szeretne az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre, plusz pontokért önkéntes szolgálatot végezhet nálunk, úgyhogy e felé is nagyon nyitottak vagyunk, már vannak érdeklődők, szeretettel várjuk őket, és reméljük, hogy olyan feladatokat tudunk számukra adni, amelyből tényleg azt érzik, hogy itt van a helyük ezen az egyetemen is, hogy itt jó lesz tanulni, jó lesz megtenni mindent azokért a célokért, amelyekért ide érkeztek. És... Még egy-két szakmai újdonság, ami nyilván felszutatási könyvtárként nem megkerülhető, egy picit modernizáljuk, megújítjuk a Korvina katalógusunk közös keresőjét, még felhasználóbarátabb lesz, megjelennek majd kreatív kolléganőnk rajzai, például, ami megint csak nagyon személyessé teszi ezt a fajta szolgáltatásunkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogyan korábban is említettem, hogy nagyon aktív kihívásokkal teli évnek nézünk elébe, de ugyanakkor kíváncsian és lelkesen is várjuk hiszen nagyon színes, nagyon változatos, szakmailag, kulturális szempontból, és minden olyan lehetséges módon próbáljuk továbbra is az Eszterházi közösséget szolgálni, és nyilvános könyvtárként természetesen minden olvasónkét, hogy méltóak lehessünk a megbecsülésükre, az elismerésükre. Én mindig el szoktam mondani azt is, hogy mennyire jó, hogy személyesen itt Eger szívében elérhetőek vagyunk, de nagyon törekszünk arra is, hogy ne legyen helyhez kötött az, hogy a Tittelpál könyvtárhoz csatlakozhassanak, és nekem most például egy nyereményjátékunk jut eszembe, amit egy ünnepre egy héten keresztül meghirdettünk, és Facebookon keresztül az ország legkülönbözőbb részeiről érkeztek megfejtések, és nagyon jó volt ezt érezni, hogy ott is érdeklődnek irántunk, és akár a munkájában Iránt. Így van, közösségi média terén is kiemelkedő a könyvtár tevékenysége. 2023-ban például a Facebook elérésünk 22500 főt tesz ki, ami egy nagyon szép eredmény. Pár kollégánk végzi rendszeresen heti megbeszélések kapcsán a mindennapi posztjainknak a színvonalos tartalmi összeállítását, és ezek után nyilván a megjelenés is olyan, amely nagyon sok befektetett energiát tükröz. Nagyon büszke vagyok erre a csatornára is, de elindult az Instagram oldalunk, ami szintén egyre népszerűbb, ugye a fiatalok körében az Instagram már egy még népszerűbb kommunikációs csatorna, illetve négy tévéadást és 11 podcastet készíthettünk a tavalyi évben, amely az országos szakmai rendezvényeken elhangzott beszámolóinkra adott reakciók alapján szintén egy kuriózum és egy olyan nagy munkát tükröz, amit elismeréssel néznek a szakmában. Ez nagyon nagy öröm számomra is, hogy hozzájárulhatunk akár a saját szerkesztésű műsorainkkal, akár a podcast beszélgetéseinkkel ahhoz, hogy valóban látszon az a munka, amit mi itt elvégzünk, mindenki javára, és reméljük, hogy örömére is. Kriszta, nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, és hogy együtt kezdhettük ilyen módon is el az új évet itt a Tittá Podcastben. Mindig mindenkit buzdítok arra, hogy látogasson el a könyvtárunkba, remélem, hogy minket hallgatva még inkább kedvet kaptak ehhez. Személyesen és online is találkozhatunk a Tittápán könyvtárban, addig is, amíg megjelenik az újabb Tittá Podcast. Eszterházi Podcast.